Akkor köszöntök én is szeretettel mindenkit itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által szervezett továbbképzési délutánon. Én Kispé Attila vagyok, a P az a publikáció miatt került a nevembe, ugyanis elég sokan vagyunk ezzel a névvel megáldva így a szakmába, és ezzel a témával, vagy ezzel a korszakkal, a névvándorláskor időszakával is elég sokan foglalkoztunk, ez egy ilyen kis megkülönböztető jelző. A hunok, az avarok és a magyarok mondhatni, hogy a történeti mitológiánk és köztudatunknak a nagyon-nagyon szerves részét képezik ebben az időszakban és ebben a periódusban, és hogyha a napi sajtót is nézzük, az az igazság, hogy számtalan, különféle nagyon szenzációhajhász hír látott az elmúlt évtizedekben róluk, ezekről az alapvetően nomád kultúrájú csoportokról mondhatni, úgyhogy a mindennapi sajtó szintjén is keltek ezek a hírek legalábbis napvilágnak a teljes közepébe. Kik is ezek a nomádok, mi az a közös összekötő kapocs ebben az időszakban, ebben a periódusban, ami esetleg nem genetikai, nem a mondhatni úgy, hogy nemzeti vagy népi szinten köti mégis össze a magyarságot az avarokkal és a hunokkal. Ez természetesen az a közös kultúra, politikai, gazdasági közeg, illetve mondhatni úgy, hogy életmódhoz kapcsolódó sajátosság, ami mégis egy körbe sorolja ezeket a kultúrákat és népeket. Nagyon fontos kijelenteni, én itt egy idézettel kezdtem a diát is, kinek feje volt, meghajlították, kinek térde volt, a földre kényszerítették. Ez nagyon jól leírja egy picit ezt a nomád kultúrát és annak a reprezentatív képét. Ez az orhoni türk feliratokról származik, a Krisztus utáni 8. századból, belső Ázsia szívéből, és alapvetően a nomád társadalmakról, kultúrákról nagyon sokat elmond a hatalom miben létével, a hatalom felfogásával kapcsolatban. Fontos megjegyezni, hogy az eurázsiai nagy, mondhatni, hogy steppei út végpontja mindig a Kárpát-medence, és hát ez alatt a hosszú idő alatt a változásoknak egy nagyon nagy skálája zajlik le ezek között a csoportok vagy közösségek között. Ezek a csoportok, illetve kisebb-nagyobb közösségek, már a forrásokban egy nagy monolitikus népként jelennek meg. Általában az a legfontosabb velük kapcsolatban, hogy mindig politikai formációk. Én itt az angol szász kutatásból vettem egy nagyon szép példát. Általában kiemelkedő szereplők, vezetők azok, akik megszervezik ezeket a csoportokat, közösségeket. Az összekötő közös szál mindig az, hogy egy közös kultúra, egy nomád kultúra, egy nagy állattartó kultúrának a részesei, azonban a nemzetségi társadalomban mindig van egy erős vezető, egy erős karakter, aki ezeket összefogja és megszervezi. Ezért van az, hogy a belső ázsiai forrásokban pillanatok alatt változik egy-egy birodalom, illetve vezető réteg. Nagyon gyakran mondhatni, hogy az alaplakosság, az alapnépesség kevéssé változik. Nagyon sokszor a vezető csoportok azok, amik helyet cserélnek ezekben a történetekben, vagy ezekben a közegekben. Az angol szász modellben egyébként nagyon sokan big mennek, szokták hívni ezeket a nagy formátumú személyeket, akik a hatalmat magukhoz ragadják politikai, katonai téren, aztán az ideológiát is megteremtik hozzá. Gondoljunk csak a magyarok esetében a Árpádok turul mondhatni, hogy mondájára, vagy számos ilyen mondhatni, hogy nagyon-nagyon szép, mitikus történetünk van a nomád közegből is, amik egy égi legitimációt adnak és legalizálják ezeket a nagy felemelkedő embereket és a ő családjaikat. Egy kicsit bonyolult képpel ezt próbáltam szemléltetni, hogy Európa és mondjuk, hogy egy Ázsia közötti részeken azért jelentős átalakulások vannak. Általában az európai Kárpát-medencei közegben úgy néznek ki ezek a nomád államok, hogy mindig van egy-egy nomád nemzetség és maga a kis mag, a nomád társadalom, az egymással vetélkedő nomád kis nemzetségek köre, aki a fő hatalmat birtokolja, és általában valamilyen szinten letelepedett kultúrákat szoktak ezek a csoportok magukba alá, illetve a birodalmuk részébe bele szervezni. Itt az európai példa a hunok és az avarok esetében, de most már egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyarok esetében is kézenfekvőnek tűnik, hogy ezek alá, a kisebb közösségek alá szoktak szervezni, mondhatni úgy, hogy egyéb csatlakozó népeket, csoportokat, közösségeket is, és ők is érdekeltek abban, hogy részt vegyenek ennek a birodalomnak a felépítésében és fenntartásában, hiszen ez a birodalom, ez a nomád állam általában abból nyeri a bevételeit, hogy elég erős hatást szokott kifejteni a környező magas kultúrákban, jelen esetben római birodalomra vagy Bizáncra, és hát hadjáratok, adók révén innen szerez plusz bevételt, és utána a nomád uralkodók a hozzájuk lojális emberek között, vezetők között ezt újraosztják, és hát ebből a körből föl lehet emelkedni bizony ide a birodalom hierarchiájának csúcsába is.
Gyakorlatilag a nomádok, illetve ez a magas kultúrával fenntartott kapcsolatuk egy nagyon meghatározó eleme volt a régészeti kutatásnak is. A korai 20. század elején azt lehet mondani, hogy a régészeti kutatás alapvetően arra épült, hogy a nomád kultúra egy keletről jövő, keleti típusú, nagyon hierarchikus, nagy állattartó, jellegzetes lovasnomád harcászattal rendelkező kultúra volt. Még az 1950-es évek előtt, meg a 60-as, 70-es években ez a nézet a magyar szakmunkákban is nagyon szépen körvonalazódik. Utána volt egy általános európai váltás, amikor egyre hangsúlyosabbá vált a magas kultúrával, azaz itt jelen esetben a Kárpát-medence szempontjából, Bizánccal, illetve a korábban a Római Birodalommal fenntartott kapcsolatok köre. És hát azért raktam ezt a kis ábrát ide, hogy ezt szemléltessem egy tártípus esetében, hogy alakul át ez az értelmezési kör. Korábban mondjuk László Gyulát, ha olvas valaki, a nomád társadalom, férfi társadalom szimbóluma az öv volt, ez mindig nomád, belső ázsiai mitológiát tartalmazó elemeket foglalt magába, de ott a 80-as, 90-es években egyre inkább úgy látszódott, hogy minthogyha egyes motivumok és elemek bizony Bizáncból vagy nyugatról származnának, és úgy kerülnek be a nomádok szimbolikájába. Ma már ezt picit úgy látjuk, vagy úgy lehet értelmezni, hogy valahol az igazságtalannak két nézőpont között helyezkedik el, ugyanis a nomád kultúrában is megvan egy szerepe ezeknek a képeknek, képvilágnak, eszközöknek, mint például az övnek, illetve a bizánci, például mediterrán kultúrában is megvannak ennek az előzményei, és hát mi történik? A nomád, vagy nomád állam, mondhatni úgy, hogy kézművesei, ami az ő kultúrájuk számára befogadható elem, azokat adoptálják szépen, és hát gyakorlatilag ugyanazok az elemek kisebb-nagyobb átalakítása a kultúra nagyon szerves részévé válnak. Ezeknek a mondhatni, hogy etnogenetikai, néppéválási, politikatörténeti folyamatoknak a régészeti hátterébe az utóbbi időszakban nagyon nagy segítséget jelent a különböző természettudományoknak a robbanásszerű fejlődése, illetve ezek vizsgálatának a tömegszerű vagy tömegszintű megjelenése is. Ma már lehet hallani, szerintem elég régóta többek között a C14-es vizsgálatokról, amik mondhatni, hogy a jobb keltezést próbálták meg elősegíteni a kutatásba. Teszem hozzá, hogy pont a mi korszakaink esetében kicsit problémás, mert nagyon gyakran csak rövid, szinte egy évszázados időszakokról van szó, így pont nagyjából egy korszak elejét vagy végét tudjuk ezek alapján belőni, de ez is valamennyi segítséget jelent. Sokkal nagyobb haszonnal mondhatni, hogy van a régész és a régészeti kutatás számára is az utóbbi időben kifejlődött és nagymértékben megjelenő új tudományágaknak a köre, többek között ilyen például az archeogenetika, vagy az úgynevezett izotópos kutatásoknak a köre. Az archeogenetikáról szerintem minden nap szinte jelenik meg valamilyen írás, vagy valamilyen jellegű új, mondhatni úgy, hogy információ. El kell mondani, hogy az archeogenetika alapvetően az egyének csontanyagában, vagy legalábbis a csontok által megőrzött génállománynak, génkészletnek a fő összetevőit őrzi meg, ha szerencsések vagyunk, és ki lehet nyerni ezeket a mintákat, és alapvetően egy-egy régióra jellemző, mondhatni úgy, hogy genetikai kép az, amit le tud írni nagyjából ez a tudományág. Ez nem azt jelenti, hogy egy egyénnek az identitását tudjuk meghatározni erévén, hanem az, hogy esetleg melyik közegből, melyik nagy régióból származik, ahol hasonló típusú vagy hasonló ősi leszármazási vonallal rendelkező közösségek élnek. Itt egy 2022-ben publikált tanulmányban például nagyon szépen, bocsánat, egy kicsit kicsivel van jelölve, de próbálom lefordítani, vannak jelölve azok az ágak, ez itt nagyjából belső Ázsia környéke, ez a köztes rész, ez pedig az európai szekció, hogy vannak olyan példáink, hogy 5. században vagy az avarkorban bizony vannak innen belső Ázsiából, belső ázsiai eredetű egyéneink, akiknek a géntérképe arra mutat, hogy azokban a régiókban alakult ki az ő őseik családjának a köre. De nagyon új, feltörekvő tudományos rész a természettudományokon belül a stronciumizotópos vizsgálatoknak a köre. Ezek egyrészt új információknak a táplálkozással kapcsolatban. Mit fogyasztottak az adott egyének, akár populációk szintjén lehet vizsgálni, illetve nagyon fontos, a fogakba beépülő stronciumizotópok, főleg a fogzománcból nyerhetők ki ezek a minták, ezek révén vizsgálhatóvá válik az, hogyha van plusz adatunk, hogy az adott edén azon a területen nőtte fel, vagy bevándorló volt-e, ahol őt eltemették. Úgyhogy ez egy óriási plusz segítséget jelent az utóbbi évtizedekben.
Mielőtt rátérnék a többi egy-egy csoportnak az ismertetésére, vagy az új, mondhatni, hogy hozzájuk kapcsolódó novumoknak a bemutatására, érdemes egy-két közös pontot is megnézni, hogy mi az, ami összeköti ezeket a nomád kultúrákat vagy csoportokat a Kárpát-medencébe. Egyrészt egyre inkább látszódik, hogy ezek a csoportok több kisebb-nagyobb helyi, mondhatni, hogy akár korábbi barbár vagy itt élő lakosságot szerveznek meg, és sokszor keverednek velük, ez nagyon jól látszódik a régészeti anyaguk, kultúrájuk, illetve most már az új természettudományos eredmények révén is. Másrészt nagyon úgy tűnik, hogy ezek a kultúrák nem szűkülnek le a Kárpát-medencére, vagy ezek a birodalmak, és hát azt lehet mondani, hogy nagyon gyakran például itt a koralvar korban bizony a steppe vidék és a kelet-európai térség jó részét is uralják ezek a csoportok és közösségek, és elképzelhető, hogy maga az alapnépesség vagy a nomád népesség egy jelentős része, akár az avar, akár a hunkorban nem is költözik be a Kárpát-medencébe soha. Ezeket a folyamatokat nagyban mondhatni, úgyhogy árnyalja vagy elősegíti még egy-két új tudományágnak a megjelenése. Az utóbbi pár évben példának okáért a klíma szisztematikusabb kutatása is az egyes belső folyamatok és a nagyobb vándorlásoknak a leírására nagyon összetett képet tud alkotni számunkra. Egy a tavalyi év végén publikált, mondhatni úgyhogy újabb írásban például számot vetettek a kutatók arról, hogy úgy néz ki, hogy az kunkor legdinamikusabb hadjáratokkal teljes időszaka mikor van, amikor hát az 5. században legnagyobb asszályok, és mondhatni úgy, hogy klímaválság van idézőjelbe. Tehát az avarkorban mikor kezdődik el a népesség letelepedése, a bővülés a középavarkorba, amikor az úgynevezett kis jégkorszak, kora középkori kis jégkorszak befejeződik, és nagyon optimálissá és jóvá válik a klíma. Hogy ezek a plusz tudományterületek segítik a mi vizsgálatainkat nagyon-nagyon sok esetben. Nézzük akkor meg, hogy az egyes kultúrák, az egyes címben is feltüntetett nomád közösségek, csoportok, azok mit mondanak számunkra, illetve milyen újdonsággal szolgálnak, ami egy kicsit kiegészítheti a korábbi ismereteinket. A hunkor és a hunokhoz kapcsolódó, mondhatni, hogy nemzeti mitológiánk része az nagyon sokszínű, sokrétű. Annak ellenére, hogy az az igazság, hogy egy nagyon rövid korszakról van szó, itt látható, hogy gyakorlatilag egy röpke, szinte kevesebb, mint 100 éves időperiódus van, amit régészetileg is meg tudunk fogni, illetve a történeti forrásokba, és ez is több kisebb-nagyobb jól elkülönülő időperiódusra válik szét. A hunok és a hun birodalomnak a fennállása, kultúrája, illetve azt lehet mondani, hogy a hozzá kapcsolódó emlékeknek a köre nagyon-nagyon sokrétű, és a legnagyobb problémát az jelenti, hogy egy-egy tárgy, tárgytípus szokás nagyon gyakran a korábbi császárkorból származik, illetve több kulturális területen és több régióban megtalálható, és ezek keverednek. A legnagyobb probléma, itt egy példát hoztam, egy észak-magyarországi lelőhelyről, Tarnamér a Ulag dűlője, egy síron belül is több kulturális hatás egyszerre jelentkezik. Ebben a sírben vannak keleti fegyverek, vannak germánokra jellemző, korábbi germánokra jellemző tárgyak, vagy a korábbi szarmata népességhez és római csoportokhoz kötődő emlékek is, és ezek nagyon gyakran egy-egy síron belül is megjelennek, ami nagyon-nagyon sok problémát jelent számunkra. Egyébként a kortársak se tudták elkülöníteni ezeket az egyes közösségeket, akikről szólnak az adott kútfők, hogy germánok, szarmaták, kik alkotják ezt a hun birodalmat még a hunok mellett. Priscos Rétor, aki Attila táborába járt, és hát szövevényes úton fennmaradt az ő beszámolója, nagyon szépen írja le, hogy egyszer találkozik egy hunnak vélt emberrel, vagy személlyel Attila táborába, és kiderül róla, hogy viselete, habitusa ellenőre egy született balkáni görög. Csak gyakorlatilag rabszolgaként oda kerül, és a hun társadalomba felemelkedik, és részese lesz ennek a társadalom. Mit várjunk el néha, mi a régészettől, a kortárs se tudta néha megkülönböztetni az egyik barbárt a másiktól. Nagyon-nagyon sok esetben ez egy visszatérő módszertani probléma. A hunkorszak kutatásában és a hunkorszak vizsgálatában az utóbbi években a tárgyak, tárgytípusoknak a pontosabb megismerése, időrendje mellett nagy segítséget jelent az itt is bekapcsolódó természettudományos vizsgálatoknak a köre. Itt most nagyon-nagyon sok színes kép látható a dián, ezek jó részt mondhatni úgy, hogy anyagvizsgálatokból származó, főbb mondhatni úgy, hogy mérési eredményeket tartalmaznak, főként az aranytárgyakból származó, mondhatni úgy, hogy mintáknak a körét, milyen anyag tisztaságú, illetve milyen összetételű volt egy-két korábban tiszta aranynak vélt tárgy. Nagyon érdekes, úgy tűnik, hogy az aranytárgyak jó része
kelet-római birodalomból befolyt adóból készült, mert nagyjából a szoliduszok minőségét hát mutatják ezek a tárgyak. Illetve nagyon érdekes, hogy ez a korszak a virágkora az úgynevezett kőberakásoknak, amit itt a Péter is mutatott az előadásában, azoknak a ilyen zománszerű technikáknak az alkalmazásának, ez a virágkora, ez polikrom stílusnak hívjuk, és hát gyakorlatilag ezek a kövek, ezek nagyon érdekes, hogy most már az anyagvizsgálatok azt mutatják, hogy egy eurázsiai közvetítő csatornán jönnek először Bizáncba, méghozzá Indiából és Sri Lankáról, és úgy kerülnek Európába, és még később a Merovin korban is ez egy fix, mondhatni úgy, hogy közlekedési csatorna a nagy távolsági kereskedelemek ellenére, vagy révén. Hiába beszélünk sötét középkorról, azért ezek a csatornák nagyon jól működnek. Vagy például olyan érdekességeink vannak, hogy egy-egy tárgynak a nyugati eredetét is ki lehet az utóbbi időszakban mutatni különböző részletesebb ilyen természettudományos vizsgálatok révén. A mondhatni úgy, hogy fő kérdés, ami nagyon sokszor megjelenik a hétköznapi sajtóba is, amit le lehetne talán úgy fordítani, hogy hun volt, hun nem volt, vagyis hol a hunok, akik alkotják a birodalmat, ez az egyik nagyon-nagyon fogós kérdése az utóbbi évek vagy évtizedek kutatásának. Mint utaltam rá, nagyon nehéz, mert egy nagyon összetett, és nagyon úgy tűnik, hogy csak a birodalom csúcspontján kibontakozó elitkultúra az, amit sokszor látunk a korábbi hatások mellett. És hát a tárgyakat nem tudjuk egyszerűen etnikumokhoz, egyes népcsoportokhoz kötni. Nagyon úgy tűnik, hogy ezeket egyszerre használják, és hát korábban még úgy gondolták a 80-as, 90-es években, hogy a nomád, illetve a nomád birodalmat vezető csoportoknak az egyik legszebb hunkori emlékei, azok az úgynevezett áldozati leletek, vagy mondhatni úgy, hogy depóleletekből kerülnek elő, ahol férfiakhoz kötődő arany, mondhatni úgy, hogy viseleti tárgyakat, övkészletet, fegyverek arany díszlemezeit és lószerszámok arany díszlemezeit, mondhatni úgy, hogy rituálisan kicsit megrongálva helyezték el egy kis közösségi áldozat keretében a földbe. Úgy néz ki, hogy ezek is nagyon összetettek, több elemük van, Kaukázus fele mutatnak, germánok, rómaiak fele, tehát ez is mutatja, hogy ez egy több etnikumból álló birodalom volt. Korábban próbálták a hunokat megfogni egy-két tártípus Ázsiáig való visszavezetésével. Egy német kolléganőnek nagyon szemléletes, mondhatni úgy, hogy megjegyzése volt ezzel kapcsolatban. Itt látható az Ázsiában fel lehet mondhatni úgy, hogy Hyungnu, mondhatni, hogy ez az ázsiai hun anyagból származó üstöknek a képe, és az Európából származó üstök képe. Szabad szemmel is jól látszik, hogy egyáltalán nem egy típusba tartoznak. Másrészt az ázsiaiak azok mindig sírból kerülnek elő, az európaiak meg hát valamilyen áldozati közegből, vagy máshonnan. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon differenciált kör. Azért van az utóbbi időszakban egy-két olyan biztosabb pont, hogy azért természetesen valamilyen szinten egy szőrmentén ki lehet azért ezeket a, nem mondjuk hunoknak, inkább nomád keletieket mutatni ebbe az anyagba. Többek között vannak olyan temetkezési szokások, amik kicsit konzervatívabbak, ugyanakkor ezekben nincs mindig annyi kvalitásos tárgy. Többek között vannak olyan sírok, ahol a lovakat mondhatni, hogy részlegesen temetik el, a egykori lóbőrbe, az áldozatba benne hagyják a koponyát és a végtagcsontjokat, csontokat, és ezeket helyezik mondjuk a sírba el. Egy-két ilyen sírnál volt már genetikai vizsgálat is, és hát kiderült, hogy ezek bizony belső ázsiai haplocsoportokat mutatnak, és hát itt az úriembernek is látszik az arca, hogy nem egy kifejezetten európid vonásokat mutató egyén volt. A hun birodalom, illetve a hun birodalom összeomlása természetesen itt Európában egy roppant gyors folyamat volt. Egyébként mindezek ellenére nem jelenti a véget ezek számára, a csoportok számára, illetve az általuk létrehozott birodalmi kultúra számára se. Hiszen egy-egy tárgynak hosszabb az élete, illetve az utóélete is. Hiába tudjuk az forrásokból, írott forrásokból, hogy 455-ben vagy 54-ben véget ér a hun birodalom a Kárpát-medencébe, nagyon sok szokás és nagyon sok tárgyat tovább használnak évtizedeken túlnyúlóan is, még a hunkort követően. Egyfajta ilyen nagyon vegyes kép bontakozik majd ki a szemünk előtt. Látható egy térkép, hogy a hun birodalom romjain gyakorlatilag különböző germán királyságok születnek meg a Kárpát-medencében, amiből majd később a 6. századra a kékkel jelölt gepidák, és még a térképen itt jelen se lévő langobárdok fogják uralni a Kárpát-medencét. Mégis a köztük lévő, vagy mondhatni, hogy az ő nagy uralmukat megelőző korszakban ezek a vegyes jellegek nagyon szépen visszatükröződnek.
Vannak most már olyan nagyon jó természettudományosan vizsgált lelőhelyeink, ahol a mondhatni, hogy akár a római, romanizált továbbélő népesség és a melléig települő barbárok hunkorban meggyökeresedő élet és temetkezési közösségei rajzolódnak ki, és ezek bizony nagyon hosszú időn keresztül, még évtizedeken keresztül együtt vannak mondhatni, úgyhogy használva ezek a kis közösségi terek, mind az élet, mind pedig a halál terei. Itt például Tolna megyéből van egy nagyon szép példány. A helyi lakosságnak megvannak a korábbi római korra jellemző sajátosságai, például tégla vagy köves temetkezései, de megjelennek itt nagyon szépen látszik, a hunkor egyik nagyon érdekes sajátossága az úgynevezett koponyatorzításnak a szokása a valószínűleg bevándorló barbárok révén, illetve egy-két tárgy is jön velük, valamint egy-két új temetkezési szokás, az úgynevezett padvajos síroknak a formája, amikor van egy mondhatni egy ilyen kis mellék gödör és egy ilyen oldalsó kis kamraszerű részbe helyezik el a halottat, szóval részben a sírrablás és egyéb dolgoknak a megakadályozása volt ennek a célja. Tehát nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a hunkor azért nem múlik el nyomtalanul, annak ellenére, hogy az identitás és a politikai struktúra felbomlik. Nagyon szép példa, amivel érdemes talán zárni ezt a diát is és ezt a gondolatsort. Több merovinkorra keltezhető gepida temetőről van mostanában az Alföldön nagyon szép új ásatási eredményünk, és volt egy nagyon szép kiállítás is Kecskeméten és Szolnokon, Átkelők a túlvilágra címmel, és hát pont a tiszapüspökibe feltárt temetőből készült egy nagyon szép összesítő, és itt látható az egyik úriembernek a rekonstrukciója egy 6. századi közegből. Hát ő se egy olyan igazi európai germán fizimiskát mutat, hiszen antropológiailag is ezek a csoportok szépen beleolvadnak a későbbi kornak a művelődésébe. Úgy szoktam néha fogalmazni, hogy itt nem egy ilyen, hogy is mondjam, gyakorlatilag etnikai tisztogatásokat kell elképzelni, folyamatosan egymásba tovább élő, beépülő csoportokkal lehet ezekben a korszakokban számolni. A germán rövid időszak vagy kitérő után természetesen újra egy mondhatni, hogy egy belső ázsiai erőteljes csoport vagy közeg veszi majd át, mondhatni úgy, a Kárpát-medence feletti uralmat. Ez a csoport pedig nem lesz más, mint a forrásokból is ismert avar, vagy legalábbis avarnak nevezett népesség. Az avarok, illetve az avaroknak mondhatni úgy, hogy a megjelenése nagyon-nagyon sokáig talány volt a történeti, nyelvészeti és régészeti kutatás számára is, hiszen avarként már korábban is voltak említve közösségek Kelet-Európa határán, de újult erővel a 6. század derekán jelennek meg, kopogtatva Konstantinápoly kapujába, hogy nagyon szívesen segítenének Justinianusnak a környező nomádokat egy kicsit megregulázni. Na már most ezek az avarok a orientalisták véleménye szerint két helyről is származhattak korábban, úgy vélte a kutatás. Egyrészt a belső Ázsiát még a mondhatni, hogy türkkorig, a 6. század derekáig uraló zsuanzsuanoktól, vagy a közép-ázsiai, mondhatni úgy, hogy nagy nomád hatalomból, a heftalitáktól. A zsuanzsuan egyébként egy nagyon szép beszélő név, kínaiak nagyon szerették a nomád szomszédjaikat, nyüzsgő férget jelent egyébként, nagyon jól leírja a hozzájuk való viszonyukat is általában. Na már most ezt a vitát úgy tűnik, hogy picit rendezni, vagy úgy tűnik, hogy ez a vita kicsit rendeződni látszik, hiszen az újabb elmúlt években publikált archeogenetikai eredmények azt mutatják, illetve most egy-két nagyon jól és jókor előtörő régészeti párhuzama is a koravarkori elitnek, hogy bizony ezek a közösségek belső Ázsiából származnak, legalábbis a közösséget vezető személyeknek egy része, illetve hát az az igazság, hogy a vizsgálat egy picit nagyvonalú volt, mert egy-két köznépi temetőből származó és kelet-európai gyökerű embernek is van mondhatni, úgyhogy akinek anyagi kultúra alapján kelet-európai gyökere kéne, hogy legyen ilyen belső ázsiai származása, de nagyon úgy tűnik, hogy ez egy nagyon masszív mag, aki egymás között házasodik, és ez vezeti ezt a nomád államot. Mégis tudjuk jól a forrásokból, hogy 626-ig Konstantinápoly ostromáig ők azok, akik uralják ezt a térséget és Kelet-Európát. Gyakorlatilag Kelet-Európa, illetve a kelet-európai steppe uralma mellett a Kárpát-medencében ők is, miként a hunok, számos más közösséget és csoportot az uralmuk alá hajtanak. És a koralvarkor az egyik legszínesebb és legsokoldalú periódus, azt lehet mondani, a Kárpát-medence koraközépkori anyagi kultúrájának. Hiszen az avarok mellett, akiket nagyon erőteljesen ilyen keleti gyökerekkel írtak le korábban,
nagyon-nagyon sok esetben most már ki lehet mutatni mediterrán, talán régi római, vagy Balkánról ide települt, vagy hát erőszakosan áttelepített lakosságnak az emlékeit, illetve az itt élő germánok, tovább élő germánok, és esetleg az avar hadjáratok révén befolyó óriási összegek miatt ideérkező germánoknak a körét is. Ezeknek a csoportoknak vagy önállóan elszigetelve sokszor, vagy pedig egy kicsit vegyesen, a mondhatjuk, hogy nomád közeggel vegyesen van meg a nagyon szép régészeti tablójuk és képük. És hát itt csak egy-két apróságot említettem meg, amit mindig mondhatni, úgyhogy ki lehet emelni. Az elszigetelt példára esetre nagyon-nagyon szép mondhatni, úgyhogy példát hoz számunkra Keszthely fenékpuszta és a környékén megjelenő régészeti művelődés, ahol még tovább élő kereszténységnek a nyomait a egyetlen működő avarkori bazilika révén is tudjuk azért nyomon követni, illetve a keresztény díszítő művészetnek a mondhatni, úgyhogy itt egy lovasszentnek az ábrázolása látható, ezen a ruhakapcsoló tűn nagyon szépen látszódik a képe. Itt a női mi volt, illetve a női nőiességről legyen egy kicsit szó, a germán vonalból, illetve a germán kultúrából is ilyen elemeket tudunk kimutatni. Itt egy nagyon híres Baranya megyei lelőhely Kölket Fekete Apakapunak az egyik csatja látható, amin valószínűsíthetően egy germán hérosznak a mitológiai ábrázolása látható. Ez egy összes iszonyatosan pici, kis 2 centiméteres kis mondhatni, hogy egy ábrázolás. Unikális, szinte idáig csak Skandináviából vannak párhuzamai, ami mutatja a korszaknak a nagyon dinamikus kapcsolatrendszerét, hogy merrefele mutatnak gyakorlatilag a kapcsolati hálók. Az avarok és maga ez az egész kör egyébként részben azért még Bizánc árnyékában él, és hát emiatt nagyon meghatározó, itt láthatók ezek az úgynevezett kiszíjas övek, a bizánci kultúrának a hatása is, ami nem csak ezekre a különböző nem avar és nem nomád népekre gyakorolt hatást, hanem bizony magukra, az avarokra is. Hiszen az avarok is nagyon sok esetben, illetve az új nomád népek, akik meghatározzák ezt az avar kaganátust, hiszen Kagánról kapja a, mondhatni, hogy az államforma is a nevét, Kagán vezeti, Baján Kagán az első név szerint ismert vezetője ennek az államnak. Ezek számára, a csoportok számára meghatározó, mondhatni, hogy a bizánci kultúra. Emellett azonban a nomád belső ázsiai vagy kelet-európai gyökereiket is megőrzik. Ma már azért az avarkorban, az avarkoron belül is látszódik, az avarkor kutatásán belül, hogy a klasszikus belső ázsiai gyökerek mellett bizony vannak Kelet-Európából az avarokkal együtt érkező más úgynevezett ogur török nyelvet beszélő csoportok, többek között a bolgároknak vagy bolgár nyelvnek az elődjei is valószínűleg részben már megtelepültnek itt, a nagyrészt úgy néz ki, hogy a tiszántúli régióban ebben az időszakban. Mi az, ami alapján mondjuk ezeket a nomádokat nagyon szépen szemléletesen láthatjuk az anyagban? Főleg a temetkezési szokásaik, a különböző lovassírok, az áldozati leleteik, vagy a jellegzetes, mondhatni, hogy lovasnomád kultúrája jellemző fegyverek, a csont borító lécekkel ellátott íjak, a különböző nomád típusú háromélű nyílhegyek, vagy ami talán kicsit meglepő lett, a lovasnomádok nem csak erőteljes távolsági harcot folytattak, bizony az avarok a kora avarkorban brutális, mondhatni, ilyen tankszerű nehéz lovassággal rendelkeztek. Itt látható, hogy rekonstrukció a Derecske mellett előkerült Kagán lovasa című kiállításból, hatalmas, nagy ilyen lamell alapokból összeállított páncéljaikat ismerik a sírjaikból. Nagyon vicces egyébként, bocsánat, hogy kedves kollega, visegrádi régész kollega szinte kísértetiesen hasonlít a Kagán lovasára. Nem is véletlen fotóztam annól le a kiállításom. A avarkor természetesen megbicsaklik egy picit, illetve ez a fejlődés, ez a nomád állami fejlődés, amikor véget érnek a Bizánc ellen vezetett hadjáratok, háborúk, és hát mindenki számára ismerős lehet az a klasszikus László Gyulai úgynevezett kettős honfoglalás elmélet, ami már az az igazság, hogy a maga korában se volt egy teljesen védhető és tartható elméleti kör. Gyakorlatilag László Gyula nagyon sok mindenre ráérzett a maga korában, és majd mindjárt itt kifejtem az avarkor és máskor korábbi késői szakaszok kapcsán, hogy mi az, amit ő láthatott, csak kicsit máshogy fogalmazott meg a kor módszertani keretei között.
Az biztos, hogy az a klimatikai változás, ami kedvezővé teszi a Kárpát-medence éghajlatát, nagyon nagy befolyásoló tényező, hiszen az előbb bemutatott germán, bizánci, steppei hatások egybeérnek, amit mi középavar kornak nevezünk, illetve valószínűleg jönnek be még a bemenekülő steppei területekre, illetve folyamatosan is új nomád kisebb csoportok, hiszen hozzájuk tudjuk kapcsolni, kötni az ilyen és hasonló díszfegyvereket. Többek között itt velük jelenik meg először a Kárpát-medencében az enyhén mondhatni úgy, hogy hajlított pengéjű szabjáknak a köre, ami a középkorban, meg később a magyar kultúrában is azért egy ismerős tártípus lehet. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a különböző hatások, illetve ezeknek az egybeérése az, amit mi középavarkornak nevezünk, és hát feltételezhetően magyar nyelvet beszélő közösségek ekkor még nem jelenhetnek meg a Kárpát-medencébe. Mi az, amit láthatott László Gyula ebben a korszakban, vagy ebben a periódusban? Egy hatalmas átalakulást. Ezek a hatások nagyjából a 8. század végén összeérnek, és gyakorlatilag egy nagyon egységes anyagi kultúra jön létre a Kárpát-medence határain belül. Részben ez összefügg azzal, hogy mondhatni úgy, hogy az egész mediterrán világ átalakul az arab hódítás miatt, így a bizánci, illetve a bizánci birodalom is éppen az életéért küzd, ezért Kelet-Európában, Nyugat-Európában sok kis elszigetelt peremkultúra él egymás mellett, ennek a része az avar kaganátus is a Kárpát-medencében. Gyakorlatilag erre a korszakra az avar népesség nagy része, hiába nomádként tekintünk rájuk, de letelepül. Nagy telepeiket ismerjük, illetve földműves életmódjukra utalnak a mondhatni úgy, hogy edénykészlet változásai, illetve az egyéb botanikai leletek is. Mégis nagyon érdekes, hogy az elit, és még maga a köznép is tartja a nomád tradícióit, olyan öveket hord. Ez egy picit ilyen mondhatni úgy, hogy korábbi gyökerekhez való visszanyúlás, ugyanakkor valószínűleg az elitnek a kis szűk része vagy szelete továbbra is a lovasnomád életmódot folytatja, még talán mondhatni úgy, hogy a fegyveres lovasnomád életmódot, de a népesség javarésze letelepedik. Új régiókat népesít be az avar csoportoknak egy jó része. A Kárpát-medence északi, nyugati, északkeleti részein terjeszkedik. Ez egy belső robbanást jelent népesség növekedéssel együttjárót. Illetve hát mondhatni, hogy nagyon sokszor kimutattad, hogy a nyersanyagok mellé települnek a különböző, mondhatni, úgyhogy lelőhelyek. Tehát megpróbálják kiaknázni egy központi belső hálózati rendszerbe az érc lelőhelyeket és egyéb fontos ásványkincseket. És nagyon érdekes, sokáig nem volt ismert egy-két lelet, de ma már úgy tűnik, hogy egy picit a nyugat-európai fejlődésre hajazva megpróbálnak, azt lehet mondani, még önálló pénzverést is elindítani. Ez egy kicsit ilyen hanvába halt próbálkozás volt. Gyakorlatilag karoling típusú vereteknek az utánzatait fedezhetjük föl. Mégis van egy aránylag belső működő rendszer, azonban nincs egy összekötő kohézió elem, nincsenek olyan hadjáratok, amit mutattam az első dián, amik bevételeket hoznának, ezért egy válság alakul ki. Nem véletlen, hogy a 9. század végé, vagy a 9. század elejére akár a karoling, akár a keleti dunai bolgár állam azért egy picit megroppantja ezt az avar kaganátust, és mint önálló politikai egység az avarok, mondhatni úgy, hogy állami mi voltukat elvesztik. Gyakorlatilag nincs az a kohézió, amit mondjuk a kereszténység biztosít, vagy a kereszténység nyújtotta ideológia, és ez a keleti részben megmaradt keleti fejlődésnek a maradványai nem tudják tovább billenteni ebből a válságból ezt a avar államot. Egyébként, ha már szó volt róla, a nagyon díszes, korábban csak griffes indásnak nevezett veretek is részben itt ennek a késő avarkornak a tömegkultúráját mutatják be. Ennek egy része nagyon érdekes, ahogy jeleztem is, steppei eredetű, nomád eredetű, a képvilág egy része viszont a Mediterráneumból kölcsönzött császárportrék vannak a tárgyakon és hasonlók, amiket megpróbálnak néha picit átértelmezni. A bukás ellenére azonban az kimutatható, hogy bizonyos struktúrák tovább élnek, illetve a népesség egy része is az avarkort követően. A népesség egy jelentős része valószínűleg a karoling Pannóniában, a Dunántúlon, a karolingok fennhatósága alatt szép lassan beolvad, bár vannak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy azért az első pár évtizedben még egy ilyen nagyon-nagyon vegyes kultúra az, ami kibontakozik. Megvannak még itt például a mondhatni, hogy avarkor végére jellemző öv típusaink, de már látható, hogy itt a karoling, mondhatni, hogy kultúra eleme is megjelennek, itt például egy, hát a karoling
alig lovagokra, vagy legalábbis lovas kultúra jellemző sarkantyú, 9. századi sarkantyú látható, illetve olyan vágó fegyverük egyélű, hosszabb vágó fegyverek, amit a Karolink hadseregbe vagy a Karolink hadak használnak. Ezek a hatások egyébként szép lassan elmúlnak, és a csokáig kérdés volt, hogy az avarok, illetve az avar népesség megéri-e a honfoglalást. Ma már egyre inkább úgy tűnik, hogy megéri. Az elmúlt éveknek az új leletfeldolgozásai ezt mutatják, hogy vannak olyan már biztosan datálható, keltezhető, elszigetelt esetek, amikor bizony gyakorlatilag itt Hortobágy környéken, Hortobágy árkus lelőhelyen egy sírba megtaláljuk az avarkori temetkezési szokásokat, az itt látható honfoglaláskori tárgy kultúrával egyetembe. Úgyhogy valószínűleg az a válasz, hogy igen, megélheti az avarság egy része a honfoglaláskort. Az egy másik kérdés, hogy a politikai és etnikai identitásából mit őriz meg, és hogyan olvad majd be a magyarságba. Úgyhogy említettem, László Gyula mindig arra hívta fel a figyelmet, hogy magyar és avar lelőhelyek együtt egymás mellett vannak, azért, mert ennek a romjaira épül majd rá a magyar honfoglalás, és ugyanezeket a lelőhelyeket aknázza ki, Érc és egyéb lelőhelyeket valószínűleg a magyarság is, hiszen együtt él még egy darabig ezzel az avarsággal, is tisztában van azokkal a politikai, illetve gazdasági strukturális keretekkel, amiben ők mozogtak. A záró előadás utolsó részében itt csak nagyon röviden szeretnék szólni a magyar őstörténet nagyon ködös mondhatni, úgy ügyeiről és eredményeiről is. Általában használjuk ezt az őstörténet kifejezést, ezzel kapcsolatban mostanában van némi szkepszis sok esetben. Itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen általában inkább a korai magyar történelem jelzőt szokták erre az időszakra használni, hiszen az őstörténet én csak így próbáltam jelezni, egy kicsit őstörténet per őskor történet, tehát itt a szakócás őskor története keveredik így egy kicsit a hangzásvilágba a nemzeti mitológiánknak a dicső korszakával. Az őstörténet kutatásunknak nagyon sok problémás pontja van. Alapvetően, amit én az bevezetőben is említettem, a néptörténet és a nyelvtörténet párba egymás mellett kézbe járásával kezdődött már az 1950-es, 60-as, 70-es években ennek a kutatása, és a régészeti kutatás is meghatározta, hogy a nyelvrokonaink emlékei alapján próbáljuk meg a régészeti kultúrákat is egyfajta módon mondhatni, hogy egészen az Urál vidékétől a Kárpát-medencéig elhozni. Mi ezzel a probléma? Én itt csak két apróságra szeretném felhívni a figyelmet. Ezek nagy része bronzkori, vaskori régészeti kultúra, itt a szargatkai kultúrának a kép, amiben még Fodor István ős magyar lakosságot apostrofált, ezek a korszakra jellemző vaskori, ókori kultúrák, és hát ezeknek azért a honfoglaláskori előzményekhez, meg anyaghoz már nagyon kevés közük van, ezek nagyon-nagyon vékony szálon kapcsolódhatnak, ha kapcsolódnak. Tehát az őstörténet régészeti kutatását egyre inkább úgy tűnik, hogy érdemes azért sokkal később kezdeni. Tehát manapság a mondhatni úgy, hogy kutatás jelentős része inkább azt mondhatjuk, hogy a klasszikus honfoglalás megelőző 1-2 évszázadban próbálja a magyarság archeológiai leleteit valamilyen szinten körbeírni vagy felfedezni. Ennek nagy előrelépése volt az, hogy Türk Attila vezetésével a 2010-es években Urálvidékre számos expedíció indult, és ennek köszönhetően a mondhatni, hogy nyugat-szibériai területen, Jekatyerinburgtól nem messze például az Uelgi lelőhelyet feltárták, itt orosz kollégáknak a nagyon hatatos közreműködésével. Hát úgy néz ki, hogy egyre inkább az úgynevezett szubotici horizontba sikerült azonosítani Etelköznek a régészeti emlékeit a Nyefer mentén, és hát ezeknek az eredményeknek köszönhetően, illetve a honfoglaláskor igazi anyagi kultúrának előzményeihez kapcsolódva a korábbi nyelvészet által generált képtől egy kicsit más mondhatni úgy, hogy modell bontakozik ki. Elképzelhető, hogy egy iszonyat gyors vándorláson megy át a magyarság, sőt, orosz kollégák már leírták az elmúlt időszakban, hogy lehet, hogy a magyar, mint politikai szervezet is nagyon későn jön létre. Nem véletlen, hogy csak a 9. század első harmada után van írott forrásunk a magyarokról. Ez alapján a modell alapján az Urál keleti oldaláról gyakorlatilag kevesebb, mint egy évszázad alatt eljuthat a magyarság a Kárpát-medencébe. Ez ma már több nomád csoport esetén egy járható útnak tűnik. Elképzelhető, hogy a hun nagy migráció is egyébként valamikor a 4. század közepén indul klímatörténeti okok miatt.
A Urálvidék régészete mellett a másik kiemelkedő pont vagy momentum, ami az utóbbi években megindult kutatásilag, az a Kaukázus vidékének, a Kaukázus északi előtérének, a Donkubán térségének a kutatása. Itt mindig volt is erre példa. Volt egy ilyen legendás elképzelés már az újkorban is, hogy valahol a magyarok elődei ott, vagy a Kaukázus északi előterében, vagy a Kaukázusban élnek. Nyelvészek a donkubáni őshazát nagyon sokáig hangsúlyozták is. Az a probléma, hogy főleg olyan leleteink vannak ebből a régióból, amik inkább egy nemzetközi Skandináviát az arab világgal, a muszlim világgal összekötő kereskedelem rendszerébe értelmezhetők, vagy a kárpát-medencei honfoglaláskori anyagainkkal egyidősek, és nagyjából ugyanarra a korszakra keltezhetőek, és az arra mutató, akár személyes kapcsolatokat is tükrözhetik vissza számunkra. Mindenesetben nagyon új és kívánatos kutatási irányvonal lesz a Kaukázus vidékének a feltárása is, vagy jobb megismerése. Egyelőre hiába vezetett már expedíciót Lezsák Gabriel és Gál Ervin is erre a régióra, vagy ebbe a régióba, még jó rész szorványleletek állnak rendelkezésre, hiteles feltárásból származó leletek még váratnak magára. És hát a Kárpát-medencébe érkezve azért ez a népesség, hogyha el is fogadjuk ezt az új modellt, igen gyors léptékkel ide érkezve, nagyon-nagyon érdekes képet hagyott maga után hátra. Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a honfoglaláskor jó részében, vagy legalábbis az első felében, a 10. század első felében egy nagyon szórt kis megtelepedésnek a képe bontakozik ki a Kárpát-medence különböző régióiba, és hát az az igazság, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a fő mag és az elit az valahol a felső Tisza vidéken élhetett. Valószínűleg ez egy tudatos, fejedelmi döntés volt. A felső Tisza vidékről ismerjük már nagyon régóta a Révész Lászlónak köszönhetően a karosi kiemelkedő sírokat. Ezeknek a genetikai vizsgálata is mutatja, vagy mutatta, hogy ezek valószínűleg tudatosan telepített katonai vezetőrétegnek a képviselői lennének, hiszen az egymás melletti temetőkből ismertek rokonok, testvérek genetikailag nagyon szépen kimutatott itt az egyik úgynevezett vezéri sírnak az elhunytja látható. De valószínűleg a 10. században megpróbálták a helyben élő bolgár, szláv, karolink peremkultúra népei közé is oda telepíteni a fejedelmek, a magyar mondhatni úgy, hogy lakosság egy részét. És hát ahogy megyünk előre az időben, véget érnek a nagy hadjárat sorozatok, újra kell egy kicsit szabni a kereteit a Kárpát-medence politikájának, ezért gyakorlatilag valószínűleg nagyobb belső telepítések kezdődnek meg, aminek a képét nagyon szépen látjuk a 10. századon belül. Szóval a 10. század második felében olyan tártípusok kerülnek elő, például különböző női ékszerek, ékszertípusok a Kárpát-medence keleti feléről, amik korábban nem voltak arra a régióra jellemzőek, vagy látunk például az Erdélyi medencében is még egy-két tovább élő, talán bolgár ide költöző népességnek az emlékeit. A tudatosság jól látszódik, hogy az a fegyveres elit, ami korábban szabjával, díszfegyverekkel, díszkészenléti íjtartó tegezekkel, ezüstveretes fegyverekkel temetkezett, ez gyakorlatilag lecseréli ezt a reprezentációját, és a 10. század végére bizony a nyugati típusú reprezentáció, a kétélű kardok, ami a karoling, poszt-karoling világra, a vikingekre jellemzőek, sarkantyúk és egyéb tárgyak kerülnek a sírokba, és szép lassan ez a gazdag nomád kultúra és annak az emlékei kikopnak a 11. századra, mondhatni, hogy a hétköznapi használatból. Ezzel a koraközépkori nagy nomád csoportoknak a korszaka le is zárul, de természetesen a nomád betelepülők a középkorba is jellemzik a Kárpát-medence jelentős részét és területeit, bár ezeknek a feltárása, feltérképezése és már a bemutatottaknak is a kronológiai mondhatni egysége nagyon-nagyon fontos, és az egy összekötő és az őket elválasztó jellegzetességeknek a kimutatása is. Pont ezzel a gondolattal szeretném itt megköszönni a figyelmet, picit fel is cseréltem itt egy picit a rekonstrukciós rajzoknak a sorát, hogy itt a kronológiai katyvaszt egy kicsit tovább tudjam szélesíteni, hiszen a hun után, mintha magyar jönne, de hát itt szegény abar úriember, a kagán lovasa kérdi, hogy ő itt valami kronológiai hiba áldozata lette. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nyugodtan várom a kérdéseket.